Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd. Napjainkban egyre nagyobb teret kap a keresztény könnyűzene, de vajon lehet egy művész sikeres attól, hogy megvallja a hitét? És hogyan található meg a keresztény ember helye a zenében? Erről beszélgetünk ma este. Érkezik hozzánk Tóth Gabi, az énekes Máté evangéliumának részletével azonosul, miszerint boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Isten 0-24-ben itt van mellettem, ez pedig már Andelic Jonathan Jota vallja. És a stúdióba várjuk Dolhai Attilát, a Jászai Mari díjas énekes színművész úgy véli, a zenélésünk nyitottá teheti akár a nem keresztény embereket is arra, hogy meghallják a dalok hordozta üzenetet, és megérintse őket Isten szeretete. Könnyű zenéről és kereszténységről beszélgetünk tehát, de ezt anélkül nem tudjuk megtenni, hogy arról ne kérdezzem meg azokat, akik a stúdióban ülnek, hogy hogy találtak rá az Istenre, hogy találtak rá arra az útra, amin járni látjuk őket ma. És Gabi, azt hiszem, hogy téged kell kérdezni először, mert talán az verte fel a legnagyobb port. Magam sem gondoltam, így van. Valószínűleg, ami nagyon divatos a mai világban, ez, hogy napi rutinnak hívunk mindent, és mindent kipakolunk a mai világban a social media felületeinkre, és ha kitesszük azt a napi rutinunkat is, ami mondjuk akár egy ima, vagy egy idézet, ami esetleg közösségépítő tud lenni, az nem gondoltam, hogy ekkora port fog kavarni. Nyilván nagyszüleimtől jön. Nekem például a nagymamám, amikor elvesztette a ő nagy szerelmét, akkor a halál mint olyan nagyon megcsapott engem 6 éves koromban, és ugye egy 6 éves gyerek mit tud a halálról? Azt láttam, hogy itt van a nagypapám, és egyszer csak nincs. És ha nincs a hit, akkor én nem biztos, hogy megértem a halált, és lehet, hogy egy szorongó, haláltól félő ember lettem volna egészen 6 éves koromtól kezdve. Úgyhogy én azért nagyon hálás vagyok, hogy az egyházi közösségben bevitt engem a nagymamám, és onnantól kezdve én olyan iskolákban is tanultam, szóval egy szerves része volt az életemnek. Tehát egyházi iskolákban is így jártál van, egyébként. Így van. Jó, azt hittem, hogy felnőttkori történet volt, mert egy ideig nem tetted ki a közösségi médiában. Nem, hiszen azt tanították, verték belénk, hogy ez egy magánügy, erről nem beszélünk, de azért az embernek történnek olyan mérföldkövek, vagy megtérések, vagy hát hogy mondjam, hogy ne gondolják az emberről azt, hogy elmentek otthonról neki, hogyha ilyenről mesél, de hogy hiszem azt, hogy vannak isteni csodák és olyan pillanatok velünk, amikor egy egész életút megváltozik tőle. Például ilyen egy gyermek születése, vagy egy halál közeli élmény. Hát ezt akartam mondani pont, hogy én akkor tértem meg, amikor megszületett a gyermekem. Nekem is volt egy nagymamám, ő is így vitt, de ez engem akkor kevésbé érdekel, de ha megszületett a gyermekem, akkor azt éreztem, hogy ez egy olyan csoda, amire nem tettem semmit, és egy olyan csoda, ami nélkülem nem tud fennmaradni, nem tud fejlődni, ez én kevés vagyok. Ezt megélni így van, ott a szülőszobán nem is kéne talán tovább magyarázni, hiszen aki édesanyává lesz, főleg egy olyan történetből, és édesapává így van, bocsánat, az tudja, hogy ez egy, tehát együtt megszületünk a gyermekünkkel, és olyan, mintha Isten ott fogná a kezünket, vagy az ölébe tartana minket abban a pillanatban. Attila? Én egy katolikus családba születtem, tehát én úgy nevelődtem, úgy szocializálódtam, hogy tulajdonképpen mindent megkaptam az egyházi történetből, amit meg lehetett kapni, ministráltunk, első áldoztunk, stb. Ez hol volt? Én Kisvárdán születtem, Ajakon, Kisvárdán mellett akkor még egy kis faluként működött Ajak, ott nőttünk, ott tudtuk az a gyerekkorunk első 9 évét, legalábbis az én első 9 évet, utána költöztünk majd Budapest mellé kis tartsára, és itt folytattuk. De tulajdonképpen a hagyomány, szinte hagyományként megörököltük a vallást, az egész család, a testvérem, 2 bátyám van. És érdekes módon tartalommal azért később telítődött ez a dolog. Voltak élményeim, voltak olyan, ugye jártunk búcsúba Mária Pócsra ide-oda, és sokszor megkérdeztük, hogy ez miért kell, jaj, most megint megyünk, és ezeket a kérdéseket azért most visszahallom a gyermekeimtől, hogy apa, most megint megyünk? Igen, megint megyünk. És néha, tudod, nem feltétlenül tudták a szülőm megmondani, hogy persze mondták, hogy azért, hogy megköszönd a jó Istennek. Voltak ilyen általános dolgok.
És, de hogy tulajdonképpen ebben nekünk is mennyit kellett fejlődnünk már, amikor szülővé váltunk, hogy akkor hogyan is vezetjük be a gyermekeinket, hogyan tesszük számukra vonzóvá a vallást. És az én életemben időről időre megerősödök ebben a vallásgyakorlásban vagy hitben. Én sem beszéltem sokáig a vallásomról. Elindult a pályám, és gyakorlatilag nem volt ez téma. Tudták, akik körülöttem éltek, tudták a Színművészeti Egyetemen is. Én úgy jelentkeztem a Színművészeti Egyetemen, hogy már házas voltam a feleségemmel. Meg közben született az első gyermekünk a Luca, és valóban a gyermekszületés is egy olyan történet, amikor az ember kezébe veszi a gyermekét, hogy az egy ilyen teljesség maga. És az nem lehetünk elég hálásak a jó Istennek, hogy ez megtörténik velünk. És valóban volt bennem egy félelem is, ha már erről beszélhetünk. Volt bennem egy félelem is, hogy kell erről beszélni? A vallás az magánügy? Vagy nem? Vagy beszélhetünk erről anélkül, hogy esetleg bántsunk másokat, vagy minket bántsanak? Tehát ezek egy fontos kérdések. És például én a színművészeti főiskolára előtt én az Apor Vilmos katolikus főiskolára jártam. Akkor még Zsámbékra, most már Vácon van az iskola. Egyébként kötődik majd a keresztény könyvzenéhez is ez az intézmény, de erről majd talán később. Hogy elveszítettem a saját. Semmi baj, mert úgyis kérdezni akartam már régóta, hogy mindjárt Jotának is ugyanez lesz a kérdés majd, de hogy valójában az van, ugye mondod, hogy keresztény családba születtél, tehát teljesen természetes volt számomra, hogy búcsúra jártuk, de én azt tapasztalom, hogy mindenkinek meg kell szereznie saját magának a hitét. Ez így van. Tehát ezen, ha ez nem történik meg, akkor egy egyszerű rutin. Ha ez megtörténik, megküzdesz érte, hogy egy teljesen személyes példát mondjak ide, és a nagyobbik lányom 16 éves korában azt mondta, hogy soha többet nem jön velünk misére. Ja. A feleség mondta, hogy nem jön, mert hát azért mégiscsak a családdal. Ezt most hagyjuk egy kicsit. És szépen alányultunk, segítettünk itt-ott-amott, például mondtuk, hogy Krakóban mindenképpen elmész a keresztény, vagy a katolikus világtalálkozóra. És aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy 18-19 éves korában újra jön velünk templomba, Sümegen voltunk éppen, ugye Tapolcától nem messze, oda mentünk Barsi Balázs atyához, jött velünk, és már kijött áldozni is, és mintha fél méterrel a föld felett járva, megszerezte magának. Akkor ezt a folyamatot nem lehet megspórolni. Nem, valóban nem, de szerintem mindenkinek ad esélyt az élet, a jó Isten arra, hogy megtapasztalja az Isten élményt. Tehát megtapasztalja azt a fajta segítséget. Mondjuk nekünk nagyon komolyan segített az, hogy a szüleinktől állandóan megkaptuk azt a mondatot, hogy fiam, ha félsz, ha bármiben, amiben úgy érzed, hogy bizonytalan vagy, egy valaki segít, a jó Isten, és nem kell rettegéssel tölteni az időt. És azért az embernek, mikor fiatalok is vagyunk, akkor is megvannak ezek a kis pánik helyzetei, azok a vizsgák, azok a dolgozatok, amiket vagy készültünk, vagy nem készültünk, azok a csintalanságok, hogy mászunk ki ebből a dologból, amit elkövettünk. Tehát, hogy azért sok-sok olyan élethelyzet van, szerintem már a fiatalok, most a saját gyerekeimmel látom, 19, 17 és 13 évesek, hogy nekik is megvannak a napi stresszeik, és olykor elegek vagyunk szülők, és olykor nem tudunk eleget adni, csak azt tudjuk neki mondani, hogy figyelj, most már mondjál el egy imát, és nyugodj meg, és majd csak elalszol valahogy. Igen, hát Gabi még nem tart itt, azt hiszem a gyermekkel, ugye? Most kezdjük. Jó, tehát te hogy találtál rá Istenre az életedben? Én pont így ezeket így összegezni tudom az én életem során. Úgy kezdeném, hogy reagálnék arra, amit a Gabi mondott, és lehet, hogy véletlen mondta, de több számban használta. Véletlen? Megtéréseknek mondta, uh-huh. És ez egyből megütötte a fülemet, hogy igazából én, vagy hajlamosak vagyunk, vagy sokan úgy kezelik a megtérést, vagy a kereszténységet, mint az egy termék lenne, mint ez egy produktum lenne, egy emberi produktum, mint hogyha egy színész lenne, hogy elvárják, hogy valaki megtér, akkor onnantól mintha kiállna a színpadra, és megvannak az elvárások, hogy miket kell előadjon. És így nem ez a megtérés, nem az a megtérés szerintem, hogy megfelelő ájtatos cselekedeteknek a motivumait produkálom napi szinten, és akkor stigulázom, hogy jó, ez megvolt. Ez nem erről szól, ez tényleg annyi, hogy az nem más, mint egy neveltetés, vagy nem tudom, az nem más, mint egy szerep. És nekem
pont amit mondtál, hogy a jó szülői példa, ami nálad is megvolt, nálam nagyon jó szülői példa volt. Az édesapám, ő lelkész, és egy lelkész családban nőttem fel. Ez hol történt egyébként? Békéscsabán egyébként. És nekem ők nagyon jó példák voltak, nagyon hiteles példák voltak, de aztán rá kellett jönnöm, hogy az ő hitük, pontosabban az a hitüknek, az ő, megéli, az ő megélésük, a hitüknek, nagyon jó, ebben jól ahogy mondtam. Ahogy ő kérdezik. Jól mondtad. Az nem az enyém. Tehát, hogy az nekem, az az én dolgom, hogy az én kapcsolatomat megéljem Istennel. Ők hiába élik meg az ő kapcsolatukat Istennel, ők nem élhetik meg helyettem a kapcsolatomat Istennel, hanem azt nekem kell megtalálnom. És itt jön be a képbe viszont a megtérések szó, hogy az oké, okay, hogy 13 évesen bemerítkeztem, mi így hívjuk, egy neoprotestáns gyülekezetben, de folyamatosan, tehát tegnap is meg kellett térnem valamiből, tegnap is úgy éreztem, hogy hát itt még van hova. És pont ezért engem nagyon frusztrál és kicsit sért is, amikor mint hogy a 10 millió focista, meg 10 millió orvos, meg 10 millió énekes, meg 10 millió akármi országa vagyunk. Csak azt mondod, hogy 10 millió lelkész országa 10 millió lelkész, igen, 10 millió keresztény országa is vagyunk, és mindenki tudja, hogy kell kereszténynek lenni, csak így azt szeretném látni, hogy akkor, amikor ő benne van a szituban, vagy esetleg találkozik a helyzetekkel, akkor hogy reagál? És én annyit tudok produkálni, hogy szívből reagálok, és azt teszem, ami a szívemben van. És hogyha a szívemben éppen az van, hogy elegem van akár a hitemből is, elegem van Istenből is, akkor én egy olyan Istent ismerek, aki attól nem jön zavarba. Attól nem hátrál, hogy na jó, azért erre nem számítottam tőled, hanem úgy van, hogy jaj, de jó, hogy őszinte vagy, de jó, hogy tényleg elhiszed, hogy szeretlek, és tudsz őszinte. És így nekem így ez a megtérésem, hogy keresztény családban nőttem fel, és hatott rám az egész, de meg kellett találnom azt, hogy ki is Isten igazából. Képzeld el, hogy Teréz anyának valamelyik visszaemlékezésében van olyan, hogy hát volt egy 10 év, egy évtized, amikor teljesen elbizonytalanodott ő. Kalkuttai Teréz anya. Nem na pedig tőle aztán van, elvárnánk, vagy hogy nem. Szent, jó, hát szóval, tehát tőle nem várnánk, mert ő azt mondta, hogy egyszerűen annyi nyomorúság van a világban, hogy hát egyszerűen nem lehet Isten, hogy ő is elbizonytalanodott a hitében, és igen, nyilván az Isten meg megtartotta őt, mert ő nem bizonytalanodott el Teréz anyában, mint hogy bennetek sem bizonytalanodik el, vagy egyikünkben sem bizonytalanodik el. Na de, hogy van ez a könnyűzenében? A könnyűzene az egy ilyen sikerorientált műfaj azért. Csillogás, látvány, siker, első díj, a dal, fellépések, taps, sok ezer ember figyel rátok. Yeah. És közben pedig, hát ugye a siker, a valódi emberi siker az nem ez. Hogy van ez? Nincs itt valami ellentét? Nem feszül itt valami? Nem tudom, én azt élem meg, amikor, tehát én minden színpadra lépés előtt imádkozom, és általában a zenészeimmel megfogjuk egymás kezét, és együtt meghallgattunk egy imát tőlem, vagy bárki, a Csóka Peti gitárosom, aki ugyanúgy nagyon hívő és vallású. Minden zenészet hívő? Aki nem az, ő meg nagyon elfogadó. És, de egyébként nagy részük igen. Uh-huh. Igen, igen. Úgyhogy nekem ilyen szempontból nagyon-nagyon szerencsém van. Bocsi, ne feledd, szabad, erre reagálhatok, mert nekem ezzel kapcsolatban az az élményem, hogy amikor az emberek a valós hittel, tehát a szívből jövő hittel találkoznak, és nem azt érzik, hogy ez egy produkció, hogy most mi imádkozunk, azzal nem tudnak szembeállni, és hát szerintem én is értem. Színpadra lépés előtt van, és nem igen, a színpadon a tömeg igen, előtt, igen, tehát pontosan. Hogy ez nyilvánvalóan, ezt hát, mi ott, mielőtt kimegyünk több ezer ember elé, akkor kérem Isten erejét, segítségét, hogy minden úgy történjen, az ő rendelkezése szerint történjen, ez a legelső. És utána elmerem mondani, hogy én mire vágyom. Úgyhogy igazából akkor én olyan nyugodt szívvel és félelemmentesen az egyetlen közeg, ahova úgy megyek föl, hogy nincs semmilyen félelem bennem, mert úgy érzem, hogy ott kapcsolódok a legjobban Istennel, és az Isten adománya természetesen meg tudja részegíteni az embert, hiszen én hiszek azért a sötét oldal erejében, és ez egy állandó küzdelem tud lenni, és kísért minket, és sokszor én is éreztem, hogy ott liheg az ördög a nyakamban. De valahogy mindig az a lényeg, hogy olyan tisztán tudom tartani a hitemet, hogy
nem tudta átvenni az irányítást. Sokat pénz, látunk, hogy pénz, a pénz, hatalom, a hatalom, csillogás. A csillogás, a gőg, tehát ezek mind azok az emberiek, amik én nagyon hálás vagyok, hogy valahogy így megúsztam, úgy érzem. Mert, de lehet keresztény gőg is, nem? Tehát amikor, igen, amikor gőgesek vagyunk, arra, hogy mi hiszünk. Igen. Pont erről beszélgettünk, úgyhogy ez na, nagyon... Mondjátok igen, akkor. Jóta átadom neked ezt, mert olyan igen. Jól elkezdtél rajta bölcselkedni kint, ahogy feldobtuk ezt a témát. Nem biztos, hogy ez nyilvános. Azt gondolom, nem, hogy azokat az időket éljük, amikor már ezekről beszélni kell, és igen. Igenis bátornak kell lenni, mert én hiszem, hogy azért valahol egy azért keresztény üldözés van. Igen. Szóval igen, ezt én tapasztalatból igen. Is. Igazából én azt gondolom, hogy abból jön a gőg, amikor a kereszténység az egy teljesítmény. Amikor, amiről beszéltem, hogy az bizonyos cselekedeteknek a halmozott teljesítése. És tesszük ezt hitbuzgóságból, tesszük ezt társadalmi megfelelési, vagy társadalmi, vagy szubkulturális nyomásból. És amikor ezt tudjuk teljesíteni, akkor jön az, hogy hát azért, bocsánat, de azért én most már elég jó keresztény vagyok. De amikor az ember mélyebbre ás, és megtalálja azt, hogy mi az, amit valósan a szívéből tud tenni, ott már is leszűrődik egy csomó minden, és rájön, hogy ja, hogy türelmesnek lenni, az nem is olyan könnyű dolog, vagy nem tudom, egy csomó minden nem olyan könnyű dolog. És ilyenkor például gondolkoztam azon is, hogy mondjuk a hitnek a felvállalása, vagy az, hogy a színpadon mondom egy Jézus nevét, vagy nem tudom. Én ebben sokszor érzem azt, hogy adott esetben ez olyan, mintha, vagy éltem már át, amikor így néztem kívülről a történetet, hogy ez mintha ilyen öncélú lenne. Hogy mintha így mutogatnám azt, hogy mennyire frankó keresztény vagyok, hogy én felvállalom a hitemet, és így dobálózok Jézus nevével, és így szerintem ez inkább kontraproduktív, mint sem az, soha hogy... nem kérdőjelezhetjük meg a másik hitét, tehát hogy lehet, hogy öncélúnak tűnik nekem, de ő igen, lehet, hogy éppen igen, az egyik igen. Legnagyobb katarzisát éli meg éppen, és kapcsolódik a Jóistennel. És ezért ja, de most például... nem arra gondoltam, igen, hanem szerintem mondom, ezt érzi hogy... az ember, hogy mi az a pillanat, az a legmegfelelőbb pillanat, szerintem ez meg nehéz, ez az, meg lehet mondtál, érezni, bocsánat, hogy közbevágtam, hogy ki hogyan éli meg a saját hittet, hogy, na, igen, hogy te neked ez a kapcsolatot, te így éled meg vele, ő meg valószínűleg így, de a lényeg az, hogy hogy na, amíg igen. Hozzászólunk, addig nincs baj, és nem lefele tekintünk állandóan. Az atya, akinél katekumen voltam, ő valahogy úgy fogalmazta ezt meg, hogy én is járok valahol az úton, és te is jársz valahol az úton, és nem tisztem megítélni, hogy te hol jársz az úton. Valahol jársz, a Jóisten majd megítél, én segítek neked, hogy jár tovább az utat. De Sajgó Szabolcsnak egy gondolatát is idehoznám, mert ő a Szív újságban írt egyszer arról, hogy számára mit jelent az, hogy katolikus, az az egyetemes. És valami ilyen írt róla, hogy mindig azt keresem, ami összeköt, vagyis ami isteni, és nem azt, ami szétválaszt, vagyis ami ördögi. Ti most különböző felekezetekből jöttök, ugye? Én római katolikus vagyok. Én katolikus vagyok. Jó, igen. Akkor te vagy neoprotestáns. Jó, szóval... Nagyon szeretünk ezt. Jó, de hogy azt érdemes keresni, ami összeköt. Igen. Egy gond... Bocsánat, igen, mondj csak Attila. Bocsánat, csak egy gondolat visszakanyarodnék az előző témához, hogy szerintem ebben a helyzetben, amiben speciálisan mi vagyunk, nekünk nem eszközünk az, hogy mi használjuk, az eredeti kérdésedre visszatérve, mi használjuk azokat a csatornákat, vagy felhasználjuk a katolikus könnyűzenét arra, hogy mi érvényesülni tudjunk. Mi tartunk valahol a saját életünkben, és mi válunk eszközővé ennek az egész szolgálatnak, pontosan, a katolikus igen. Zenei világnak, amikor azt mondják, hogy gyere Attila, kéne itt énekelni valamit, akkor jövök, és ha tudom, akkor jövök és énekelek. És mindaz, aki esetleg ismer engem, azok, akik ismernek engem, vagy a Gabit, vagy Jotát, teljesen mindegy, ők hozzájuk eljut egy információ, hogy itt és itt éneklünk, szolgálatot teszünk. Tehát ezek nem,
ezek nem gázsért vannak ezek a dolgok. Tehát, hogy nem használjuk ezeket az eszköket, mi ajánljuk föl magunkat, vagy hogy mi saját tudásunkat és azt, amit képviselni tudunk színházban, nagy színpadon, más színpadon, és attöbbi. Tehát, hogy ezt eszközévé váljunk a Jóistennek. És szerintem ez egy másik aspektus, tehát, hogy az nyilvánvalóan engem is megérint, amikor úgy érzem, hogy valami szépet csinálunk, vagy valami jó jön létre. Nem gondolom, hogy én miattam ma jó, hiszen ott van körülöttem rengeteg zenész, a magzenekar, a magnifikált zenekar, és muzsikálnak, szívvel, lélekkel ott vannak, és együtt vagyunk egy dologért, egy szolgálatért, de ez nem rólam szól. És ez nagyon fontos. Abszolút, persze, amikor... Isten ajándéka az adottság, vagy az a tehetség, amit mondjuk kapunk, és nekem például ez az állandó félelmem, bocsánat, hogy ezt ne vegyék el tőlem, hogy méltó legyek rá, és hogy méltón tudjam ezt azt az adományt, úgymond, és közvetítőként működni, mert én nem azt élem meg, hogy ez az én nagyságom. Sose azt éltem meg, és szerintem te is ezt mondod, hogy na, abszolút ez az Attilán és a színpadon, vagy a Jotán annyira látszik, hogy ilyenkor egy csatornaként működünk, és tényleg szolgáljuk azt, amit... Látszik? Nemeskürti Istvánnak volt egy olyan, valamelyik interjújában mondta el, hogy valamikor még a Kádár korban ki tudott menni a Szovjetunióba, és ott valahol Kazasztánban egy szállodában szállt meg, húsvét volt, és bejött hozzá a takarítónő, és köszönt neki, hogy Krisztus feltámadt, és mondta, hogy valóban feltámadt, ugye az görög-keleti volt, vagy ortodox volt a hölgy, és kérdezte tőle, hogy de hát honnan tudja, hogy én hívő vagyok, aztán látszik magán. Tényleg látszik? Ez úgy gondolom, tehát a színpadon, az embereken, a közönségben is látjátok? Hát... Én nagyon látom, megmondom őszintén, azonnal a tekinteten, aki kapcsolódik. Tehát, hogy azonnal egy közösséget érzek, ahol együtt vagyunk, és egy ilyen mérhetetlen biztonságot érzek, akkor, ha azoknak az embereknek a szemébe nézek. Igazából a színpadon az ember, hogy mondjam, levetkőzi a lelkét, tehát a lelke ott áll pucéran, és az egy olyan érzékeny állapot, hogy ott a közönség is érzi, hogy mi történik, hogyha valóban figyel, és az előadó is érzi, hogy mi történik a közönséggel, hogyha valóban figyel, és megérzi azt, hogy na, itt szívek találkozása történik, és nem csak eljut a hangom a fülhöz, hanem a szívem a szívhez. És egyébként, hogyha visszatérve a siker kapcsán, hogy nekem ez például ez egy siker mérce, mert ez azt jelenti, hogy és ilyen szempontból mindegy, hogy keresztény zenét csinálok, vagy milyen zenét, de itt a siker ugyanott mérendő, hogy na, hány emberhez jut el az üzenetem. És hogyha az az üzenet éppen Jézus Krisztus, vagy bármi legyen az, de eljut, akkor az már egy siker. A másik meg teljesen egyetértek azzal, amit a Gabi mondta, hogy szerintem ez ilyen alapértelmezett beállítása a keresztényeknek, hogy alapvetően én nagyon örülök a sikernek, és nagyon hálás vagyok érte, és veszem, és fogadom, de tudom, hogy kinek köszönhetem. Tudom, hogy az a hang, az a tehetség, a zenének a szeretete, az éneklésnek az öröme, meg a képessége, azt tudom, hogy kitől jött, és azt nem én felkeltem és beálltam a jó sorba, hogy jó, akkor én énekelni szeretnék, vagy nem tudom. Attila, akartál valamit mondani, aztán majd utána visszatérnék ide Jotához. Csak annyit, hogy folytatnám a Jotának a gondolatát, hogy engem felszabadított az a például, hogy az eukarisztikus kongresszuson lehetett, sőt kértek, hogy menjünk hírnökként, és beszéljünk a hitünkről. Ez engem mérhetetlenül felszabadított. Na itt és az azok, egyik hatás. És azokat is felszabadította ez, akivel utána erről beszélgettem. Tehát nem csak arról szólt, hogy én szórtam az igét, mert nem, és bocsánat, csak egyik gondolat a másikba kerül a fejembe, hanem hogy akik hallgatták utána, vagy akik hallották ezt, hogy ők is megnyugodtak, hogy jó helyen vagyunk, és ez egy nagyon fontos közös pont, amit az előbb mondtál, hogy megnyugszanak az emberek, hogyha társként vagy szeretettel fordulsz a másik felé. Amit kiesett a másik gondolat a fejemből, majd azt később mondom, de... Jó. Hogy látjátok, hogy mondjátok, hogy rákapcsolódtok, tehát összekapcsolódtok a közönséggel, azt látjátok, látjátok-e azt, hogy viszítik is őket? Tehát, hogy azzal, hogy ti kimondhatok valamit, mondjuk úgy, hogy coming out-oltatok, azzal nekik is erőt adtatok ahhoz, hogy a saját életükben erősebbek legyenek ebben.
Hát nagyon érdekes, ha megengeditek, hát az eukarisztikus miatt, meg pláne, mert nekem is ez volt a nagy felvállalás, bár sosem rejtettem véka alá, meg azért mindig beszéltem a közösségemben, és pontosan tudtak róla, vagy akik jöttek a koncertemre, de tehát az a szeretet, meg az az egység, ami körülölelt engem a kongresszus kapcsán, hogy nem tudott nyomot hagyni rajtam az a mennyiségű bántás, amit kaptam ezért. És nagyon sokan azért jöttek el a koncertemre, mert meg akarták nézni ezt a bolond énekesnőt, akinek elment az agya. Mert hogy tényleg ez volt, nagyjából már idáig jutottunk, és konkrétan az volt, hogy nagyjából 3-4-5 ezer ember jött, tehát átlagban így ilyen 2000 ember így eljön egy ilyen szabadtéri rendezvényre, és tehát ugye dupla teltházas koncerteken sírtak velem együtt az emberek. De azért mentek el, mert akarták látni a te szavaiddal a bolond énekesnőt, akinek elment az esze, vagy azért mentek el, mert szerették volna látni azt az énekesnőt, aki végre kimondta? Volt, hogy vegyesen. Az és minden, ezt a tekintetekben nem? Nagyon látom, tehát én nagyon de, láttam, de mindegy volt. Az mindegy, mert a ugyanaz vége volt, hogy együtt Van, hogy az az 5000 ember ott volt, és szeretetet volt, kaptam, és én ennyi szeretetet szerintem az életem során nem kaptam, mint tavaly, amennyi bántást is párhuzamosan, de nem tudott a bántás nyomot hagyni, mert végre egy olyan közösség befogadott engem is, és még nagyon sok más olyan lelket, akinek éppen szüksége volt rá, amiben azt éreztem, hogy itt olyan erők vagyunk együtt, hogy nem tud senki legyőzni minket, és ez a színpadon is pont ezzel az erővel szerintem mindnyájan így megyünk föl. De ugye ezt is mondtad, de boldogok egy küldözést embernek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Meg övék a szeretet. Meg övék a szeretet is. Igen. Bocsánat, csak így, ez teljesen érdekes, hogy én például, amikor, tehát hogy én, az én történetem meg úgymond teljesen más, mert én 20 évig lényegében a gyülekezet falai között dicsőítő vezetőként, tehát zenéltem, és nekem ez... Énekeltél, gitároztál, zongoráztam, igen, és a tavaly a dalba, az Áldomot, amikor beküldtem, az egy dicsőítő dalt írtam, és utolsó pillanatban, tehát a határidő előtti 2 órával kezdtem ebbe. Na de várjál, ott például közönség szavazásra jutottál be, ugye a 8-ad döntő, jól emlékszem? Igen, az a közönség döntőbe, igen. Volt a döntőbe. Tehát, közönségszavazással, ez na, is fontos szerintem. Pontosan, és bekerültem egy olyan dalra, egyértelműen dicsőítő dal, tehát még csak nem is virágnyelven beszél Isten, hanem az egy dicsőítő dal, és én sem értettem, hogy miért került be a 40-be, így néztem, hogy így történik gyerekeket, mi van itt. És ráadásul ott a dalban, hát ott nem egy keresztény rendezvény volt, ott a farkas törvények közébe dobtak, megölnek a dalos szerkesztőket, nem nagyon jó volt, de hogy bekerült jöttem oda a gépszi, beszippantott, és aztán meglepődtem, hogy azzal, hogy ott az történik, és mivel már bekerültem, nem volt más választásom, mint elénekelni, akkora port kavart, és akkora annyi embert felbátorított, annyi ember reagált arra, hogy itt ezt is azt éreztem, hogy ez túlnőtt rajtam, tehát hogy ott én beküldtem egy dalt, amit írtam jó kedvből, mert kellett írni gyorsan egy dalt, mert egy projektben voltam benne, és aztán így hirtelen egy üzenet lett belőle, egy ügy lett belőle, amit aztán tovább jutottak, és közönségdíjas is lettem, úgyhogy így ez egy teljesen érdekes dolog, de egyébként az az érdekes, hogy közben is kaptam hideget, meleget, aztán utána meg kijöttem egy olyan dallal, ami szimplán emberi érzésekről szól. Ott meg hirtelen azt éltem el, bocsánat, nem akarok blaszfémikus lenni, de hát kb. Mint amikor pálmaágakkal üdvözöltek a dalba az Áldom miatt, az a dal után olyan keresztre feszítést kaptam, hogy csak néztem, úgyhogy igazából ezek a dolgok. Az van, hogy pont amit mondtál, hogy te mondod, ami a szívedben van, a szívedből kijön, elénekled, és így tök mindegy, hogy aztán ízlik-e annak, aki megveszi a terméket, vagy nem ízlik, megvették, hallották. Azért mégsem mindegy. Jó, hát persze, nyilván nem mindegy. Én szeretem, ha nézik a tévéműsort, amit készítek, és szerettek, hogyha hallgatjátok. Jó, persze, szeretjük. Ezt mondom, hogy azért mondom, szóval, megvették a terméket. A kiválasztódás az nem magától értető. Pontosan, tehát, hogy nem mi irányítunk valójában. Hozunk lépéseket, írunk dalokat, elénekeljük, és aztán a jóisten, vagy a közönség, vagy a közösségen keresztül jóisten, ő is csak kiválasztja azt. Nem tudod irányítani. Nem. Mi a változás szerintetek most ebben az időben? Ugye mondtad, Gabi, hogy keresztényellenes hangulatot érzel is,
érzel. Ugye talán így van a helyén, hogy is érzel. És tényleg, hogyha nézzük a világot, hát ami Nyugat-Európában, Amerikában történik, hát szóval azért vannak kérdőjelek, hogy ez így kinek a műve. Vagy lehet, hogy nincs is kérdőjel. Szóval, de közben itt nálunk pedig mégiscsak az történt, hogy 1990-ig ugye az egyházat a templomok falai közé próbálták beszorítani. És aztán jött az, hogy a hit az magánügy, mindenki menjen a templomba hinni. De hát ez valaki úgy fogalmazott, hogy a legszemélyesebb közügy. Ennek igenis, hogy társadalomformáló erőnek kell lennie, tehát kint kell lennie az utcákon, a tereken és a lelkekben. Hát hiszen közösséget épít. Hát hiszen közösséget épít. Tehát, hogy ezzel zárnak el minket egymástól, tehát, hogy mi az, ami, hát itt volt a kongresszus, csak meg kellett nézni azt a pár napot, amíg együtt voltunk, és ott azért vallások, különböző vallások voltak, igen. Tehát azért ez egy nagyon fontos. Én is felépültök. Igen, szóval, hogy, de hogy együtt, bocsánat, csak hogy tényleg az van, hogy közösség, az szerintem egy olyan masszív alapokat ad a hit és a vallás, amivel azt gondolom, hogy utána, ha később, ahogy te mondtad, hogy meg kell érni bennünk, vagy meg kell élnünk egy olyan élményt, de kapaszkodó támpontot ad, és stabil talajt ad. Én ezt éltem meg, hogy volt mihez nyúlnom, ha éppen halálközeli élményben voltam, vagy olyan isteni boldog élményben, akkor is volt mihez nyúlni, és igen, szóval. De társadalmi szinten más utat járunk be, mint Európa, ez teljesen világos. Igen. Tehát mi itt magunkra találtunk 1990-től, de azért mégiscsak az volt, ugye, hát ti nagyon fiatalok vagytok, de tényleg most megbeszéljük a dolgot. Kérlek szilárdan. Tehát azért mégis. Szóval azért mégiscsak az volt, hogy utána egy-két évtizedig ez nem nagyon volt divatos, vagy talán ajánlatos is nyilvánosan mondani, csinálni. Mi a családdal, amikor elmentünk ebédelni, akkor úgy mondtunk áldást mondjuk egy étteremben, hogy csak nehogy feltűnő legyen, meg nehogy valakinek ez. Mert egyrészt ugye Isten nevét hiába szádra nevet, tehát ne csináld feltűnően, mint a farizeusok. Másrészt viszont vald meg Istent mindenki előtt. Szóval a kettő között hol van az egyensúly? Sokáig azt gondoltuk, hogy ott van az egyensúly, hogy nem beszélünk róla. Aztán most itt ülünk egy stúdióban és beszélünk róla. Igen, mi változott? Én például mondjuk, bocsánat, csak én ennek teljesen az ellenkezőjét értem. Pedig ezt az Attilával kell még beszélni. Mert én teljesen az ellenkezőjét értem. Igen? Meg. Tehát édesapám, ő kiment a 90-es években az utcára és evangelizált, és ott volt a gyülekezet, és beszélgettünk az emberekre, mert megnyílt egy olyan sokre tesszel elzárt ajtó nyílt meg, és ők nem úgy élték meg, hogy ez magánügy. Édesapám nem foglalkozott, ő egy radikális ember volt. Hát bátor volt. És bátran ő kiment az utcára Békés Csabán, és így kaptunk hideget, mert megdobáltak minket tojással, viszont közben meg volt olyan eredmény, hogy embereknek az élete megváltozott, mert találkoztak Istennek a rideg személyével, vagy valamiével, hanem a szeretetével, azzal, hogy Isten szeret, amivel addig nem találkoztak, és így édesapám vállalta ezt a rizikót, aztán volt, aki azt gondolta, hogy ez nem jó, volt, aki azt gondolta, hogy jó. Kimivel találkozott Papajos professzor egyszer azt mondta, hogy ő például a műtőasztalon még sohasem látott ateista pártitkát. Úgyhogy az azért egy döntő pillanat már, amikor a mondatot betolják az ember. Én ezt nagyon kettősen értem meg. Tehát, hogyha most visszagondolok a 90-es évekre, vagy még egy kicsit korábbra, egyrészt egy kicsit hadd reflektáljanak arra, amit a Gabi mondott, hogy valóban érezhető, hogy az emberek szinte provokálódva érzik magukat, hogy valamilyen állást kell foglalnod. Vagy hiszel, vagy nem hiszel, döntsd el, és annak megfelelően bánunk veled. Tehát ez abszolút érezhető. Ugyanakkor én vagy az eukarisztikus kongresszus kapcsán, vagy nem tudom, de én egyre inkább azt érzem, hogy nem vagyunk egyedül, hanem tudunk erről beszélni adott esetben egy médiában is. És ez felszabadító erejű? Az eukarisztikus kongresszus szabadított fel téged személy, téged igen. is? Igen, és az, hogy az emberek, amikor a saját ügyetlenségemen, a saját hitem megvallásának ügyetlenségeiben, vagy a saját életem ügyetlenségeit elmondom nekik, és hogy abban hogyan kapaszkodok a jó Istenhez egy-egy imádságban, azért nagyon hálásak, mert úgy érzik, hogy
hogy ezt ők is csinálják, de valahogy egy kicsit most át kell fogalmazniuk, és már ők is fogják tudni azt csinálni. Egyrészt, mert közben hogy, mert az is éreztem, hozzá kapcsolódik, hogy tökéletesnek kell lennünk, mert csak akkor lehetünk jó keresztények. Igen, ugye, ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, hogy erről pont a Jotának mondtam, hogy de könyörgöm, mindenhol emberek vannak, azok is emberek, akik ateistának gondolják magukat, azok is emberek, akik katolikusok vagy kereszténynek gondolják magukat. És a papjaink is emberek. És senki sem tévedhetetlen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a kereszténységről beszélünk, vagy lehet, hogy elvárják azok az emberek, mert sokan azt mondják, hogy képmutatás a vallásosság, vagy nem tudom. És összekeveredik a dolog, tehát mi nem vagyunk tökéletesek. Amiről beszélünk, olyanokkal szeretnék lenni. Tehát az a tökéletes, a Szentírás. Tehát abból nem szabad, tehát azt nem szabad kérdőre vonni. Engem kérdőre vonhatnak, mint embert, mert én hibázok. De az nem kérdőjelezhető meg. És én azt szeretném, oda szeretnék hasonlítani, abba a közösségbe szeretnék tartozni, akik arrafele igyekeznek, amit a Jóisten mutat utat. Az egy másik kérdés, hogy hol pontosan sikerül, hol nem sikerül. És akkor megtérünk. És ezt láttam, hogy a 90-es években, bocsáss meg, valóban voltak radikálisan erős emberek, akik azt kimentek a térre, és engem személy szerint ez megijesztett első pillanattól, szerintem nem csak egyedül voltam így. És azon gondolkoztam, hogy ez nem ciki, hogy most akkor itt állnak, és térítenek az utcán is. De gyors a váltás, ugye egyszer? És egyszer csak ott találom magam, hogy ott állok, és énekelek az embereknek. És az utcán is velem énekelnek. Vagy benne a templomban. Majdnem mindegy. És boldog vagyok ettől. És egy kicsit elirigylem most az édesapádat, hogy volt ennyi ereje, és hogy radikálisan ezt meg tudta lépni. Jó, mi változott még mindig ez a kérdés? Szerintem mi változunk. Mi változunk? Mi változunk valaminek a hatására. Itt volt a kongresszus, majd 300, nem tudom hány ezer ember vonult végig az Andrássy úton, és ez erőt adott nekünk. Erőt adott ahhoz, hogy beszélhessünk róla, hogy azt mondták, hogy figyelj, neked az a dolgod most, hogy hírnök legyél, és azt mondjad az embereknek, amit te a vallásról gondolsz, vagy miben segíti az te életedet a vallás, a napi imádságok. És nagyon érdekes volt megtapasztalni Szegedtől, nem tudom, Veszprémig, hogy Esztergomig, hogy az emberek kíváncsiak arra, hogy a mi botladozásunk azt hogyan segíti a Jóisten. És nagyon sok fiatal, mert hiába azt mondják, hogy ugye a fiatalokat nem vonzza ez már, hát én ezt nagyon nem ezt tapasztaltam. Hát kereszténynek lenni nagy lázadás, csak úgy jelzem. És a fiataloknak írás lenne, hogy egy jó nagyobb lázadni. Úgyhogy abszolút, főleg nagyon sok fiatallal találkoztam, akiket érdekelt a történet, egymás története. És nagyon sok az volt a kapocs, hogy ő miért bátor, ő mit akar ezzel, mi a célja, hogy kimegyünk és beszélünk róla. És ahol nekem is például az, hogy a felmenőim mit éltek át, vagy a nagymamám, aki titokba keresztelte meg az édesanyámat, mert olyan helyen dolgozott, hogy ez csak így tehette meg, hogy nem beszélhetett, hogy ő engem olyan bátorságra sarkat, hogy kislányom, soha ne éld át még egyszer ezt, amit nekünk kellett. Ti meg tudjátok teremteni, ti vagytok olyan bátrak, és legyetek, mert Isten veled van. És ezt annyiszor mondta nekem olyan erővel, hogy hát ki, ha nem mi, és nekik is tartozunk, és tisztelettel feléjük, amit ők átéltek, értünk, hogy mi ezt megtegyük. És én erre próbálom majd a Anna Rózát is, meg a gyermekeimet is. Igen, az a helyzet, hogy vannak az őseink, akik a legszerencsétlenebb nemzedék olyan szempontból, hogy nem tudnak beleszólni a mi életünkbe, és nem tudják formálni körülöttünk a világot, pedig ők azért voltak, hogy mi lehessünk. És hogy minden pillanatban hálásnak kell lenni nekik, és az ő rendjük szerint berendezni az életünket, hogy az vigyen előre bennünket, mert mérhetetlen hálával tartozunk neki, és nem tudjuk leróni valójában. Bocsánat, csak így, ami eszembe jutott, mert tényleg egyre, hogy többször is feltetted, hogy az a kérdés, hogy mi változott, és ez egyre mélyebbre ment bennem a kérdés, hogy valóban mi változott. Szerintem, és ahogy te mondtad, hogy egy nagyon fontos időszakban élünk, ahol annyira elterjedt már a fake news, az ilyen instant, azonnali dolgok, a felszínes dolgok, az áll dolgok, hogy ezért nagyon nagy kontrasztja és ereje van az őszinte és igazi dolgoknak. És pont ezért az is érdekes, ami nyugaton megy, úgymond, meg Amerikában, az is kérdés, hogy azt mi váltotta ki.
történelmileg mi váltotta ki. Nem esetleg egy fék egyház, nem esetleg egy olyan keresztény, vallásos közeg, meg jelenség, ami elkezdett igazából ilyen nem valóságos lenni, meg agresszív lenni, törvénykező lenni, és eltávolodott attól, ami egyébként valójában összeköt minket, tök mindegy, hogy katolikus. Törvénykező az ítélkező lenni, ítélkező, ugye? Tehát azt igen. nézni, amit elválaszt, vagyis ami ördögi, Sajgó Szabos szavai szerint. Igen, és pont ezért szerintem annyira fontos az, hogy arra kíváncsiak a fiatalok, arra kíváncsiak az emberek, hogy na őszintén mi van, mi az ember ebben az egész kérdésben, hogy Isten, Biblia, egyház, mi az ember, mi a személy, nem arra kíváncsiak, hogy mi az intézmény, hogy mi a liturgia, mi akármicsoda, hanem ki az ember abban, ki a küzdő ember, ki az, aki hétköznap kínlódik, próbálja csinálni, legyen az egy művész, próbál üzenni, próbál előadni, vannak harcai, kudarcai, elbukik, megpróbál felállni, és ez ebben kicsoda Isten, ebben a folyamatban, és hogy az a szív, ami emögött van ezek a folyamatok miatt, az hogy tud kapcsolódni Istenhez? És mi az az út, mi az az eszköz, amivel lehet kapcsolódni? Hát ugye arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretitek egymást. Voilà. Szóval ösztönösen érezzük szerintem, hogy az egyensúlyra törekszik az ember, és ezt valahol Istentől kapjuk, ezt az adottságot is, hogy képesek vagyunk ösztönösen felmérni, hogyha valami éppen úgy borul fel, ahogy a napjainkban felborul sajnos, és szerintem most eljött annak az ideje, hogy az egyensúly visszaálljon, és ebből az erőből, és ebből a közösségből kell, hogy ez megteremtődjön, én ebben hiszek. Mikor ott ültünk a kongresszuson a Hősök terén, és... Mindig visszatérsz hozzá. Visszatérsz rá, mert... és néztem a Szent Atyát, hogy ahogy megérkezett, és beült a kereszt alá, és én akkor nekem az jutott eszembe, hogy miért kaptuk ezt az ajándékot. Tehát, hogy mi az, amiért most Magyarországon itt van a Szent Atya. És persze a összekapcsolódása, sok-sok minden, a megerősítés, de mire erősít minket? Mi fog történni az elkövetkezendő fél évben, egy évben, nem tudom, mi vár ránk az országra, az emberekre, a szülőkre, a gyerekekre, stb. És azt szerintem ez nem véletlen. Nem véletlen, hogy ez meg tudott létre, tudott jönni, és ilyen hatással, ilyen erővel, tele kétkedéssel, tele olyan megelőző információkkal, hogy az egész csak egy, tulajdonképpen egy pár embernek a szórakozása. Tehát mégiscsak ez nem véletlenül történt most itt a 2022-es évben, aki ott pandémián volt, túl. Érezhette. És nem Magyarország kis... talpra állásán túl. Ez is egy fontos, azt hiszem. És ugye nem ezért... kis, bocsáss meg, nem kevesebb dolgok történnek a környezetünknél, mint háború. És nap mint nap föltesszük a kérdést, hogy mikor lesz vége, hogyan lesz vége. És van egy ország, ahol azt mondják, hogy békét szeretnénk, és a szereteten keresztül. És szerintem ez itt összekapcsolódik. Na, erre jó. Kaptunk felhatalmazást, az én olvasatom szerint ebben a találkozásban. Nagyon, abszolút. Akkor itt most egy pici csend. Bocsánat. Nem, nagyon jókat mondtál, úgyhogy most nagyon. Egy pici csend. És aztán folytassuk a keresztény könnyű zenével, okay. Jó? Mert hogy mondtad, hogy az Aporról mindenképpen beszéljünk, és akkor beszéljünk az Aporról. Ugye az Apor Vilmos katolikus főiskoláról, ami Zsámbékon kezdett, most Vácon van a központja. Igen, amikor mi kezdtük, akkor vált katolikussá, amikor én oda jártam Zsámbékra, aztán végeztünk. Mire jártál egyébként, milyen szakra? Csak a megtérés és a kétkelés. Tehát, hogy én jelentkeztem tanító hitoktató szakra, de időközben úgy éreztem, hogy a hitoktató szakot nem nekem találták ki. És leadtam a hitoktató szakot, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy állandó konfliktusban vagyok magammal. Állandó konfliktusban vagyok magammal és az egyik tanárommal. És aztán ő azt mondta, hogy én is így gondoltam, és leadtam a hitoktató szakot. De nagyon érdekes, hogy milyen a sors és milyen az isteni rendeltetés, hogy ott is megkaptam a lehetőség, a meghívást, és aztán újra megkaptam, és aztán most itt az eukarisztikuson újra megkaptam a meghívást. Tehát a Jóisten nem fárad el abba, hogy újra szólítsa minket. És most ugye Vácra költözött az iskola, és ha jól olvastam, akkor indítottak egy kimondottan az egyház
katolikus keresztény könnyűzenének egy szakot tulajdonképpen ezen a főiskolán, Vácon, és nagyon nagy volt a túljelentkezés, tehát ez is azt mutatja, hogy a fiatalok Gitáros Kántor, azt hiszem ez volt a kurzusnak a neve. Milyen kántor? Gitáros Kántor. Okay. De, és szakmailag felkészült emberek vezették ezt a kurzust, és azt hiszem, hát reményeim szerint újraindul, most azon gondolkozom, hogy én is felvételizek újra az apolgános iskolában. Na hát akkor, mert milyen a jó dicsőítő zene a templomban, és milyen a jó dicsőítő zene a templomon kívül? Meg lehet ezt határozni? Van különbség a kettő között? Mert a templomban ott ugye egy hívő közösségnek muzsikáltok. Te is muzsikálsz templomban, ugye? Igen. Jota, te is muzsikálsz templomban. Gabi, te szoktál templomban hát énekelni. Énekelni, muzsikálni, énekelni a hangszálaimat. De hogy hol a közönség soraiban, vagy pedig előadóként is? Előadóként is. Igen. Jó, tehát akkor közös kérdés, hogy milyen a jó dicsőítő zene a templomban. Mert a templomban azoknak énekeltek, akik azért jöttek oda, hogy az Isten dicsőítsék. Ha kint énekeltek, akkor viszont valószínűleg nagyrészt olyanoknak énekeltek, akiket rá kell ébreszteni arra, hogy az Isten szereti őket. Nem tud ez ennyire tudatos Én úgy gondolom, nekem is nálunk ugye a templomi szolgált az általában mi misét szolgálunk, amikor templomban énekelünk. Volt olyan koncertünk, ahol egy szentségimádás keretein belül, vagyis hogy az fogta össze az egész történetet. Én még utcán ilyen formán nem zenéltem, tehát erről nem tudok úgy mondani, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenképpen a dicsőítés van soron, tehát nem hiszem, hogy különösebben más stratégia szerint kellene összerakni egy templomban zajló dicsőítést, vagy egy utcán zajló dicsőítést. Mert hogy ez nem stratégia, nem tudom, Isten akarata. Ebben nincs olyan gyakorlatom. Na, Jótának úgy látszik van. Nem, igazából csak azért, mert a gyülekezeten belül pont azért, mert ott a közösen együtt egy céllal vagyunk ott, hogy Isten dicsőítjük. Az szerintem az egy sokkal intimebb történet. Ott tényleg az van, hogy az nem rólunk szól, az nem arról szól, aki a színpadon van, az nem arról szól, aki a sorok között van, az Istenről szól, és szerintem legalábbis ez a helyes rendje. Meg arról, hogy abban a pillanatban az az ember, aki ott van, személyesen hogy kapcsolódik Istenhez. Igen, pontosan. És viszont ha mondjuk az a zene kikerül az utcára, és nem egy keresztény rendezvényre, ahol igazából azon kívül, tehát a Isten nem a templomban van, legalábbis remélem, hogy most is itt ott van. Ott is, máshol is. De hogy ilyen szempontból, hogyha egy olyan koncerten, ahol én legalábbis amikor olyan koncerten, ahol az én dicsőítő dalomat adom elő, de tudom, hogy zömében nem hívő keresztények vannak, vagy olyanok, akik keresik az utat, akkor ott azért az egy más közeg, ott másfajta céllal van ott az ember, vagy legalábbis én sokkal jobban figyelek arra, hogy félreértés ne essék a gyülekezetben is, de sokkal jobban figyelek arra, hogy az profi legyen, hogy ott az egy kívánatos dolog legyen azok számára, akik hallgatják, hogy ne az legyen, hogy ja, hogy akkor ez keresztény zene, akkor jó van itt, lehet gagyi, mi választja el a keresztény zenét, ha nem keresztény könnyű zenétől? Szerintem a zene nem. A zene az ugyanaz, a szöveg és a tartalom a különbség. Biztos, hogy ugyanaz, tehát a hangnemek is ugyanazok, de ehhez ti értetek zenészként. Igen. Most arra gondolok, hogy azért a gagyizás az sokszor megengedett, azért az ilyen gagyi dolgok megengedettek azért, de mit tudom én. De most ebben nem akarok belemenni, de... A megengedett történet, tehát akkor nevezzük nevén, tehát hogy szerintem vannak olyan formációk, nem is formációk, lelkesedésből működő zenekarok, igen. Akik bátran játsszák az adott közösségükben az adott éppen jól futó katolikus könnyű zenét. Igen, vagy bármi. Ezzel az égjegyet a világon semmi probléma nincs szerintem. Hát csak hogyha ez már kimegy az utcára, akkor az ott a szekunder szégyen. Igen, tehát az egy kérdés, szerintem, amiről most a Jota is beszél, hogy egyszerűen nekünk szerintem kötelességünk, illetve mindenkinek, aki úgy érzi, hogy nekem is én azt gondolom, hogy mindenki, akinek úgy érzi, hogy hangszerre van a kezében, tud vele bánni, profin tud vele bánni, és kötődik a valláshoz. Szerintem itt lenne az ideje azt mondani, hogy bevállaljuk ezt a dolgot, hogy
adott esetben keresztény zenét muzsikálunk, mert különben marad a sok lelkes ember. Kint mondjuk a Ferenciek terén, ott kiálltok egy színpadon. A zenének óriási ereje van. Nagyon. És amikor azt éneklem, amikor a hallelujját éneklem, akkor semmi bajuk az embereknek. Nem kérdőjelezik meg, hogy miért éneklem az, hogy halleluja. Pedig hát de azért, mert jól énekled. De ha nem jól énekled, már is ott a kérdőjel. Igen? Jól énekelni szerintem egyet jelent az, hogy kapcsolódunk Istennel a színpadon, vagy előtte, és én ott tudom, hogy kapcsolódok, hogy eltűnik minden félelem, és nem gondolkodom azon, hogy most ezt hogy kéne énekelnem, erősebben, lágyabban, kimerjem hangosan mondani, nem merjem kimondani, hanem minden úgy történik, ahogy annak meg kell történnie, és amikor én erre képes vagyok, hogy ezt átadjam Isten kezébe, akkor megtörténhet a csoda. Én tökre ebben hiszek. Hát de igen, Mihály úgy fogalmazta meg, hogy flow élmény, ugye? Tehát flow élmény. Amikor rákapcsolódunk valami sokkal igen. nagyobb áramlatra. Abszolút, és az, én azt az érzem, hogy... Pontosan ez azért, mert előtte eszközök. Viszont meg nem spóroltad meg a munkát, hogy gyakorolt, megtanuljál énekelni, és ne a színpadon hát, gyakoroljál. Hát megtanuljam az érzéseket, főleg, vagy a... Hát jó, persze, igen de hogy egy csomó nagyon mindent. Más, hogy igen, mert én például nem is tanultam énekelni soha. Hát, tehát, hogy az egész nekem igen, úgy jött, hogy én... Nem. Én ezt abszolút tényleg annak tudom be, hogy ez lélekből, hogyha meg tudom szólaltatni, akkor minden hang a helyére kerül. Valahogy így élem meg. Amúgy egyetértek, ez nyilván lélektanilag már ez. Igen. De ez egy adottsági kérdés, amit a jó Istentől kaptál. Vannak nyilván. Olyan emberek, akik másban kaptak ezt, olyan értékes adottságot. De én most főleg majd a zenészekről beszélek, okay. akik ezt nívelik. Oké. Okay. Tehát van szerintem manapság van a könnyű zenében egy olyan rész, egy olyan társaság, nagyon profin tudják ezt csinálni. És az Apor Vilmos Főiskola is azért kapcsolódik ide, mert ha nem tudod még profin csinálni, vannak eszközök, vannak segítségek, hogy ahhoz hozzásegítsenek, hogy technikailag, tudásszinten, kapcsolódásban a liturgiákhoz segítenek, meg lehet tanulni ezeket a dolgokat, el lehet menni, és iskolába lehet járni, és aztán úgy profin hangszert venni, hogy olyan szolgálatot tudjunk adni, ami azoknak a számára is vonzóvá teszi a keresztény könyvzenét, akik egyébként nem biztos, hogy oda kapcsolnának. Jó, mert hogy fontos, hogy ez technikailag, szakmailag is rendben legyen. Nagyon köszönöm nektek a beszélgetést, szívesen maradnék veletek még egy órát. Most van is már nem lehet. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük. Kedves nézőink, önök az Ez itt a kérdés látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Az Ez itt a kérdés következő adásában többek között az Európai Unió alapszerződésének módosítási kísérletéről beszélgetünk vendégeinkkel. Tartsanak velünk holnap is. Kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!